A délvérkeszek horgászata elképzelhetetlen igazi vadvízi, folyóvízi horgászat nélkül. A következő helyszín, ahol forgatunk, a Dunafalva, az élő Duna. Véleményem szerint igazán eredményesen folyóvízen akkor lehet horgászni, amikor a vízállás tartósan alacsony, vagy esetleg néhány centimétert apad. Érdekes módon a szakirodalom és neves folyóvízi horgászok azt javasolják, amikor szép lassan árad a Duna, hogy áradnak a folyóvizek, akkor lehet igazán eredményesen horgászni a délvérkeszegre, illetve egyéb más halakra. Ezzel szemben én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Ha lassú apadás van, és a víz le van tisztulva, ekkor lehet igazán jól halat fogni. Legalábbis én ekkor tudtam igazán sok és szép nagy délvérkeszeget fogni. Az elmúlt két napban a Duna közel fél métert áradt. A mai nap az, amikor talán meg fog állni az áradás, és stagnál a víz, esetlegesen a nap végére lassú apadás is elkezdődhet. Szerintem pont véletlenszerűen ideális napot sikerült kiválasztanunk, és remélhetőleg a fogás is ezt fogja igazolni. Az etetőanyag, amelyet bekevertem, az alapja 5 kg Mozella explozív etetőanyag. Ehhez kevertem hozzá 1 kg PV1-et, mint ragasztóanyagot. Ehhez tettem hozzá 0,5 kg vegyes angolmózsát, és nehezítőként 2 kg Mozella nehézföldet és 2 kg válogatott szemcsanadságú sódert. A földtől lesz egyébként az eredetőanyag ilyen barna színű. A földnek az még a különös jelentősége, hogy az eredetőanyag szemcséget azáltal, hogy megnehezíti, a vízbeérés után, a szétoldódáskor lent a fenéken nagyobb felhőt képez, mint csak simán maga az eredetőanyag. A dunafalvai horgászat specialitása az, hogy szemes takarmányt is szoktam az eredetőanyagba belekeverni, ez pedig nem más, mint a főtbuza. Ehhez az eredetőanyag mennyiséghez 1 kg főtbuzát tettem még. Állagát tekintve egy kicsit ragacsosabb, nehezebb, tapadósabb mindenképpen, mint az állóvíz eredetőanyagok. A folyóvíz etetésnél létkérdés, hogy a gombócok egészben érjenek le a fenékre, hiszen ebben a közel 6 méteres vízmélységben gondoljuk csak el, hogy ha a gombóc már menet közben szétoldódna, és az etetőanyag szétesne, akkor hol találnánk meg a halakat? Az etetőanyag csalogató hatása természetesen élőanyag hozzáadásával maximálisan növelhető. A lefolytott csonti és pinki jelentősége, hogy nem rúgja szét az etetőanyag gombócot, így tökéletesen hozzákeverhető, sokkal jobb mennyiségben, mint hogyha ezt élő állapotában tettem volna hozzá. Az eretési taktikám most a következő. Kezdő eretésnél, alapozásnál 20 kőkemény kétkezes gombócot tettem be alapnak 11,5 méteres bot távolságába. Ezután fél orosszánként 4-5 szintén kétkezes kemény gombócot dobok be, és folyamatosan, átlagosan 2-3 percenként pedig egy marék agyagos földes szúnyogot dobok be a meghorgászandó horgászhelyre. Mivel szúnyoglárvával, agyagos szúnyoggal etetek, ezért szinte majdnem biztos, hogy a horogra is ezt kell tűzni, esetleg egy-két szem pinkivel megspékelve. A felszerelés, amelyet összeállítottam, 14-es vastagságú főzsinór, az előkasz pedig 10-es, a horog pedig 16-os számú fine magot Drenan horog. Az ólomokat két részletbe osztottam el. Egy csomóban van a főólom, amely az úszó teherbírásának 98%-át képezi, és egy egészen kis picike, attól kb. 2 alasznyira elhelyezkedő jelző ólom teszi teljessé az úszó besúlyozását. Az úszó nincs túlsúlyozva, normál módon van besúlyozva, antenna középig. Hosszú előkét használok, ami az előkefülbe van belekötve, ez több mint 50 cm. Azért kell ilyen hosszú, több mint 50 cm hosszúságú előkét használni, mert az igazán érzékeny és finom kapásokat csak így tudjuk kikényszeríteni. Az úszó teherbírása 12 g. Az ereszteket azt úgy állítottam be, hogy több mint 20 centivel nagyobb az ereszték hossza, mint a víz mélység. Ennek az a jelentősége, hogy így a főólom a fenéken sodródik, tehát tulajdonképpen nem csak a jelző ólom kopog lent a fenéken, hanem a főólom is lent van,
Ennek a jelentőség az, hogy egészen lassan, szinte centiméterről centiméterre engedve lehet a csalit a fenéken felkínálni. Mindenféleképpen előnyt élvez a dévérkeszeg horgászatánál a lassan vezetett csali, mert a dévérkeszeg a gyorsan elsodródó, a víz sebességével azonos módon haladó csalit nem veszi fel.